A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint Nyíregyházán mérsékelt a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, de emelkedő tendenciát mutat. Erre reagált a megyei kórház. A kórház területére viszonylag könnyű bejutni. Az épületben viszont, ha látogatási céllal érkezik valaki, akkor ott be kell mutatni a portaszolgálatoknál az érvényes védettségi igazolványát, vagy ha ilyennel nem rendelkezik, akkor rendelkeznie kell két napnál nem régebbi PCR negatív PCR eredménnyel. A szigorú kórházi intézkedéseket azért hozták, mert szeretnék megvédeni a fekvőbetegek egészségét. Pontosan azért, hogy mindenki védje legalább a saját hozzátartozóit. Nagyon szeretnénk kérni, hogy ezeket a szabályokat tartsák, bevegyék komolyan. Kötelesek egyébként ezt az igazolványt felmutatni, meg ezeket az igazolásokat felmutatni, hogyha kérik a portaszolgálaton. Ott fognak egyébként velük kitölteni egy papírt, ilyen látogatói igazolványt, amit majd le kell adni az adott osztálynak a nővérpultjánál, és ezután fogják beengedni az illetőt a látogatandó beteghez. Azt is tudni kell, hogy egy órát tudunk engedélyezni egy betegnek, egyszerre egy ember lehet bent. Abban tudunk engedményt tenni, hogy felváltva ezt az egy órát több ember is letöltheti, fogalmazzunk így. De szeretnénk, hogyha mindenki tisztán értené, hogy ez elsősorban pontosan a bentfekvő betegek érdeke, hogy ezeket a szabályokat nagyon szigorúan betartsuk. A látogatási idő munkanapokon 15 és 18 óra között, munkaszüneti napokon pedig 10 és 16 óra között tart. A belépéskor kapott látogató igazolást a látogató köteles leadni a fekvőbeteg ellátó osztályon.